A mai hírek szerint egy újabb pedofiliával gyanúsított ember szökött meg az országból, miután kiengedték az előzetesből. Az elmúlt hetek végre ráirányították a figyelmet arra, hogy a pedofil segítőnek adott elnöki kegyelem az nem egyedi eset, hanem az Orbán rendszer mindennapi működésének része. Kájntra ugyanúgy kapott kegyelmet, ahogy annak idején Orbán Viktor perui nagykövetét, Kaletta Gábort kimentették, aki pornográf felvételeket gyűjtött a számítógépén, vagy hogy a Fidesz 17. keleti alpolgármesterét, aki saját nevelt lányáról készített felvételeket. Közös bennük, hogy hiába voltak érintettek pedofil bűncselekményekben, Orbán Viktor és a Fidesz megvédte őket a tetteik következményétől, ezért szabad lábon vannak a mai napig is. A demokratikus koalíció szerint azok a fideszes pedofilok, akiket már ismer az ország, csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az Orbáni pedofil hálózat védelme alatt álló emberek, bűnözők jelentős része a mai napig rejtve maradt. Éppen ezért a pedofil harc ma nem csak szakmai kérdés, hanem politikai is. A pedofil botrány főfelelőse Orbán Viktor. Addig marad, amíg marad az Orbán rendszer, addig működni fog a pedofilokat védő fideszes hálózat is és nincs az a gyermekvédelmi törvény, ami megvédhetné gyermekeinket a fideszes pedofiloktól. A DK szerint éppen ezért politikai megoldásra van szükség. Orbán Viktornak és ennek a hatalomnak buknia kell ahhoz, hogy minden olyan pedofil elnyerje méltó büntetését, akit ma még bújtat a rendszer. A kegyelmi ügy megmutatta, hogy az Orbáni pedofil hálózatban nem csak a pedofilok és segítőik vannak benne, hanem egészen magasrangú pedofil politikusok is. Az egyik segít eltusolni a bűnöket. A másik kitünteti őket. A harmadik elnöki kegyelmükért lobbizik. A negyedik és az ötödik aláírja. Orbán Viktor, a hálózat feje, pedig mindezt jóvá hagyja és támogatja. Ez a pedofil hálózat ott van a Sándor palotában, ott van a karmelitáknál, ott van az egész államigazgatásban. Ha képesek arra, hogy pedofil diplomatákat menekítsenek haza titokra, titokban, ha képesek arra, hogy pedofil segítőnek adjanak elnöki kegyelmet, akkor ki tudja, mire képesek még. A demokratikus koalíció szerint azok a pedofilok, akiket már ismer az ország, csak a jéghez csúcsát jelentik. Az Orbáni pedofil hálózat, védelmel alatt álló fideszes bűnözők jelentős része a mai napig rejtve maradt. Éppen ezért a pedofilia elleni harc ma nem csak szakmai kérdés, hanem politikai is. Ez az ügy Orbán Viktor felelőssége. Amíg marad az Orbán rendszer, addig működni fog az Orbáni pedofil hálózat is, és nem lesz az a gyermekvédelmi törvény, ami megvédeni a gyermekeinket a fideszes bűnözőktől. A DK szerint éppen ezért politikai megoldásra van szükség. Ennek a hatalomnak buknia kell ahhoz, hogy a gyermekeink biztonságban legyenek, és hogy minden pedofil elnyerje méltó büntetését, akit ma az Orbáni rendszer védelmez.